jó lett volna a filmben maradni. Magával vitt, magával ragadott. A vallomások és a pályatársak vallomásai. Az utcáról bejön az ember, és egy másik világba kerül. Az elején, hogyha szabad, mert hogy a származásról is szó esett, ugye, és a család ott a budai hegyekben, a Lankákon élt, ugye ez a 18. századi nagy úgynevezett Schwabenzug idején Magyarországra. Magyarországra került család, amely ugye hát már ott nem a... svábok voltak, hanem Freiburg környékéről jöttek. Igen. Tehát a Schwarzwald környékéről. Ja, ugye hát a sváb elnevezés az egy összefoglaló és általános és hát sokszor negatív. Maszk mögé bújni. Ugyanakkor a hőszerelmes. Mert amikor az első filmek megjelentek, aztán a közhőember fiai óta mindenképpen, ugye ahogy szokták mondani, minden gimnazista lánynak a szobája falán, Mécs Károlynak a... A volt neki szobája. Igen. No, szóval ez a hősszerelmes alkat. És ugye elhangzott, hogy sokáig nem nagyon sikerült ebből kibújni. Mennyire próbálták beskatujázni, akár a színházban, akár a filmen a rendezők. Egy másodperc. Hát van egyfajta elrendeltetés, ez kétségtelen, tehát mindenki valamire születik. Van, aki ilyen, van, aki olyan. Én viszonylag egy elég és kisportolt és egy harmonikus küllemű ember voltam. Nem is akartam én más lenni, csak a főiskolán. Hát nekem azért egészen más céljaim voltak alapvetően. Én szerettem volna könyvtáros lenni, meg orvos lenni. Ezeken az egyetemeken felvételiztem is, csak hát valamiért nem kellettem. És így aztán így egyesítve valamennyit, ugye lehetek orvos, villanyszerelő, bármi. És... amikor az ember egy főiskolán bekerül, és ez most nem volt egy könnyű, nem volt egy sétagalop abban az időben, amikor én jelentkeztem, az három alkalom volt, tehát 1955-ben, 56-ban és 57-ben, mert 56-ban nem indult évfolyam. Tehát 57-ben vettek föl, és addig hát én már szépecskén dolgoztam is, és éltem az életemet. Hogy bekerül az ember újra iskolába. Nem tudom, kinek mit jelentett az iskola. Én gimnazista koromban azért nem rajongtam annyira érte, de most, hogy visszakerülhettem a főiskolára, és újra tanulhattam valamit, és olyasmit, ami engem borzasztóan érdekelt, és amit én szerettem, én nem nagyon válogattam, én azt játszottam, amit odaadtak. És hát tanügyi szempontból egy fiatal színész sok mindennel megterhelik. Hát játszottam én őszöreg apót is, csak hát olyan is volt. Na, hát szóval ezek a vizsgák voltak. De hát végül is van egyfajta elrendeltetés, egyfajta predesztináció. Hát én így néztem ki, hát nekem ezt kellett csinálnom, és hát azért nem bántam meg, nem. Szó sincs róla. Én nagyon szép feladatokat kaptam, mert azért a virágirodalomnak két olyan figuráját játszhattam el, például filmen, ami hát nem mindenkinek adatott meg az életben. És ezek pedig, akkor mondjuk már. Hát a Noszti fiú esetet, Ott Mariból a Nosztiferit, és a Kőszívű ember fiaiban a Baradlai Riárdot. És ezen kívül hát játszottam másokat is, hát nagyon sokat és eléggé gazdagon, itt úgy kicsikét össze-vissza voltak a képek, hát nem kronológiában, hiszen a Juli zseniálisan megrendezte ezt a mozit, és egyúttal itt hadd térjek ki, hogy köszönöm szépen Major Eszternek, Sára Julinak, Ordódi Juditnak és Cseke Gyurinak, az operatőrnek ezt az áldozatkész és szép munkát, mert tulajdonképpen most, hogy végignéztem ezt a filmet, és tényleg moziban néztem végig, és nem otthon a televízió előtt, meg kell mondjam, tetszett. Tetszett. Szépen, kedvesen volt megcsinálva, és nem hiányoztak belőle olyan művészi attitűdök, amitől a Sára család boldog lehet, hiszen olyan
csöpögő venyige volt ott, és mindenféle üveg úszott a vízben. Szóval a művészet is megjelent operatőri szinten, és én nagyon örülök, hogy ez a film elkészült, bár meg kell mondanom, kicsikét szívtam a fogamat, mert mi a csodának egy öreg emberről filmet csinálni. Ugye a pályafutás a Nemzeti Színházban kezdődött, utána Szeged, ha jól emlékszem, majd pedig ugye az akkor időkben kötelező vidéki évek után a Thália Színház volt egy hosszú időszak. És összesen, legalábbis amit én megtaláltam, lehet, hogy azóta már ez a szám növekedett, 125 regisztrált bemutatót írnak, valószínűleg ez már... Kb. Hármat még vegyél hozzá. Igen. No, a Thália beli évekről, mert ez egy nagyon hosszú időszak volt, és a Thália egy meglehetősen karakteres színház volt. Volt, aki szerette, volt, aki nem szerette, mint általában az életben a dolgokat. Ugye Kazimír Károlynak a személyisége alapvetően rányomta a bélyegét arra a színházra, a színházi stílusra, játszási stílusra. Mécs Károly, hogy érezted? Te hogy érezted magad ott? Ja, meg kell mondjam, én őszintén szólva, hogy a Nemzeti Színházi kezdése az tényleg frenetikus nagy öröm volt. Hát nem tudok nagyobb örömet elképzelni, mint ha valaki másodéves főiskolás korába bekerül, és Básti fiát játszhatja. Hát ezt hiszem, ez a non plus ultra. Ennél többre nem képes egy másodéves főiskolás. A szegedi évek is nagyon termékenyek voltak, ott Szendrő József és Komor Istvánnal dolgoztam együtt, Egmonttól kezdve, a Rómeótól Egmontig. Nagyon sokat játszottam, sőt, operettet is. De ezt már megelőzte, hogy negyedéves koromban a Színetár által indított Petőfi Színház, akkori musical színház kezdemény, az első Magyarországon, az első bemutatójában én játszottam a Naturburs Bon Vivant. Aztán később természetesen Domján Editék, Agárdék, rengeteget, Egyszerelem három éjszakája, és Margitai Ágival és Bodrogi Gyulával. Szóval fantasztikus repertoár volt, és hogy a Miklós ezt abba hagyta, ez nagy kár volt. De hát én onnan startoltam, és így kerültem le Szegedre. A szegedi éveket már éreztem, hogy egy kicsikét szűk a mundér, tehát kicsikét föl kéne már jönni Pestre mást is csinálni, és vártam a nemzeti hívását. De a nemzeti hívása késett, mert nekem volt egy személyi konfliktusom valakivel, amitől nekem nem lett hívásom onnan. De jöttek a Kazimírék, és ők kértek. És akkor följöttem Pestre, és kezdtem előről a szakmát. Tehát nem azonnal főszerepekkel kínálgattak, hogy a Britannicusszal, meg különböző ilyen nagyon furcsa darabokban játszogattam. De hát olyan óriások mellett, mint Dajka Margit, Kovács Károly, Somogyvári Rudolf, soroljam, hatalmas társulat volt. Hogy mi volt a Kazimír-féle színház? Ma már azt mondom, hogy akkor ugye a mi ideálunk tulajdonképpen a polgári színház volt. Tehát az a fajta polgári színház, ami négy fal között játszódik, ami elindul valahonnan, eljut második felvonásra, mindenki összevész, harmadik felvonásra, kibékül és fél tízkor büfé. Szóval kész, és akkor lemegy az előadás, és hát ez volt valamennyiünk álma, mert ezen nevelkedtünk. És a Nemzetiben is ugye klasszikusokat játszottak, Shakespeare-t, Ibsent, és hát sok más egyebet, de megvolt a fazonja minden színháznak. Ennek a színháznak egy furcsa fazonja lett, mert elkezdett klasszikusokat játszani, és a görögöket, a Kazimírnak nagy mániája volt a görög színjátszás, hát ő Antigonétól kezdve sok mindent csinált, többek között az Oedipuszt Kolonoszban, ez egy későbbi időpont, ez föl is van véve, ahol én játszottam Ödipuszt már akkor, hát akkor voltam 41 néhány esztendős. És játszottunk nagyon érdekes darabokat, például a Bábelnak az Alkonyát. Egy bécsi ismerősöm megnézte, és azt mondta, hogy te jó Isten, mi nem hozzák ki ezt a darabot Pestről Bécsbe, ezt ott biztosan nagyon jól fogadnák. De hát miután ez egy, hogy mondjam, csak egy zsidó enklávéban játszódott, tehát valahogy nem szerette a hatalom ezt a darabot, annak ellenére, hogy tényleg hatalmas sikere volt, és rendkívül autentikus előadás volt, nem lett belőle országon túli siker.
De ennek fejében aztán egy csomó muszdarabot is el kellett játszani, ezeket úgy hívták, hogy azt muszáj eljátszani azért, hogy az ember kapjon más lehetőségeket, és hát ez természetesen a színházdirektorokra vonatkozott. Hát igen, itt látok ilyet, hogy Kormos Jég, szerzőt nem is említem. Darvas József, nyugodtan mondhatod. Gondolom, hogy ez is a musz. Igen, természetesen, ez 56 után az első darab volt, amit a Nemzeti Színház bemutatott, és ebben a pártitkárt a Besenyei Ferinek kellett játszani. Ne firtassuk, hogy miért. És hát szóval rengeteg ilyen darab volt, és ez aztán ugye a táliába, de ez az egész akkori kulturális hát kormányzat, mondom én, többes számban, ami egy ember volt. Ez jellemző volt, tehát mindig volt egy kicsi engedés, egy kicsi visszahúzás, és ezekbe a kis engedésekbe azért bekerültek nagyon jó darabok is. Többek között Sartre-nak az Ördög és a Jóistenje, ami tényleg egy frenetikus, nagyon szép előadás volt. Eljátszottuk Hohut helytartóját, ami hát önmagában véve szintén eléggé nem tanácsos színházi előadás volt. A filmben elhangzott, de azért megkérdezem, szóval színpad vagy kamera? Tehát színház vagy film? A színész számára a színpad jelenti az igazi örömöt. Mert fölvesz magára egy figurát, és átélten végigcsinálja. Ez egy folyamat. A kamera munkával pedig nagyon kell vigyázni, és itt nagyon fontos, hogy milyen a rendező, és milyen az operatőr, hogy tudja visszahozni abba a hangulatba, hiszen nem kronológiában veszik fel a filmet, vagy legalábbis igen sok esetben ide-oda helyszínnek megfelelően változtatják a jeleneteket, és itt hatalmas ugrások vannak. Tehát, hogy a kontinuitása a szerepnek megmaradjon, ahhoz feltétlenül kell egy értőszem, aki az egészet koordinálja, és ez mindig a rendező és az operatőr, mert azért az operatőrnek is ne tegyük másodrangúvá a szerepét, mert a rendezővel szinte egyenrangú munkát végez. Hát nem csak abban, hogy alkotja meg a képet, hanem egyúttal dramaturgiailag is a képeivel kifejezi azt a belső világot, amit a színész ábrázolni szeretne, vagy ráerősít arra. Ugye szó esett arról, hogy az a bizonyos polgári színjátszás volt az eszmény, az ideál, ugye, abban az időben. Meglehetősen megváltozott a színjátszás is, főként a zenei irányba ment el, a musical irányába, a filmművészet pedig művészet helyett filmiparrá változott, legalábbis az én véleményem szerint. Szóval, hogy érzed magad a mai színházművészeti életben? Hát ez most nehéz kérdés. Egy ember, aki egy életen keresztül egyebet se csinál, csak színházat, és mindig ebben a körben mozgott, az nagyon nehezen mond ítéletet. Azon egyszerű oknál fogva, mert a karaván halad. Tudomásul kell venni, hogy bizonyos elképzelések, bizonyos eszményekhez kötődő életformák szűnnek, mások kerülnek a helyükbe, és ezeknek mindnek kell, hogy legyen, vagy legalábbis feltételezhetően lesz egy művészeti lenyomata. Ez a regényírástól kezdve minden művészeti ágban, festészetben, bárhol megnyilatkozik, és ez a színházzal is így van. Na most, hát itt állandó harc folyik, de hát a színház soha nem volt egy békés közeg, szóval itt azt jelenti, hogy béke az olajfák alatt szépen sima víz alatt ottan jönnek az előadások, kinőnek és csodálatosan virágba burlanak, egy frászt, őrületes küzdelmek vannak. Őrületes küzdelmek vannak különböző művészi, hogy mondjam, stílusok között, hogy ki mit, hogyan, merre, meddig, akkor a rendezőknek az a hihetetlen becsvágya,
amivel önmagukat szeretnék megmutatni abban a színdarabban, amit más írt és más játszik, de ők akarnak dominálni, ez is van. És van olyan fajta rendező, aki mondjuk Kanavacsónak használja a színdarabot, és mindent másképp csinál meg. Tehát, hogyha valaki éppen náthás, akkor egészséges, ha pedig egészséges, akkor legyen náthás. Csak hogy ne legyen a szerzőnek igaza. Hát ez is van, és van egy olyan fajta rendezői színház, amely összehoz bizonyos érdekes dolgokat, és most itt kanyarodjunk vissza egy kicsit a Thália színházra, mert a Kazimírnak is voltak ilyen darabjai, például a Bartókiána. A Bartókiána nem létezett, az nem volt egy színdarab. Ő összeállított egy eseményjátékot. Nagyjából írtak hozzá valamiféle szöveget, belemuzsikálták Bartókot, és egy csomó ember megnézte, és valamiféle andungja lett arról, hogy ki az a Hubai, ki az a Bartók Béla, ki az a Kodály Zoltán, és egyáltalában tehát egyfajta, ő ezt úgy nevezte, hogy népművelő színház. Na most ez a népművelő színház egy olyan színpadi struktúrát teremtett, ami mind a mai napig visszaköszön nekem más darabokban, mint újdonság, kvázi eladott. Nekem el akarják adni, mint újdonságot, hol én tudom, hogy már ez egy 40 éves dolog. De sajnos ez állandóan hullámzik, és én itt nem tudok igazságot tenni. Én tudomásul veszem, hogy ilyen színház van, olyan színház van, vannak nagyszerű alkotók, vannak kevésbé nagyszerű, de erőszakos alkotók, és sok mindent látok, de én nem tudom megmondani a tutit, ahogy ezt manapság mondják, mert nincs tuti. Ezen kinek a papné, van aki boldogan berohan musicalt hallgatni, a musical színházba, boldogan berohan a végszínházba, modern dolgokat nézni, amik állítólag modernek, hát én nem tudom. De ez a műfaji meghatározás sem tartozik az én puvoáromba. A filmben a következő fogalmak hangzanak el a szájadból. Kétkedés, felelősségérzet, szigorú erkölcs, csökönyösség, figyelem, természet és szépség. Ezek a fogalmak önmagukban már egy karaktert, egy arcélt megrajzolnak. Hogyha ezt kimondtad, akkor ez azt is jelenti, hogy az a világnézet, amellyel ez harmonizál, ez akkor általad egy vállalt és egy kiérlelt világnézet. Ezt abszolút mértékben én így gondolom és így hiszem. Nem próbáltam szépíteni semmit. Nekem is vannak gyarló dolgaim, úgyhogy ne tessék engem nagyon szépnek látni, mint ahogy a kolléganők itt felfestettek, végtelen kedvesen és szinte aprólékosan felboncolva. Én épp olyan két lábon álló ember vagyok, mint más, és azok a tulajdonságok, amikre én szeretnék hasonlítani, amiket én szeretnék magamban integrálni, azok gondolom azért nem mindig 100%-osan sikerülnek, mert hát én is követek el én csak hibákat követek el, és aztán mindig utólag ahogy rekonstruálom a dolgokat, tudtam, hogy ez egy végtelen nagy marhaság volt, ezt nem kellett volna csinálni. És előfordul az, hogy az ember opportunizmusból, vagy éppen az, hogy békén hagyják, olyasmiket mond, amit nem szívesen vállal. Ez is előfordulhat. De hát igyekszem ezeket a buktatókat kerülni, mert nem mindig van ugyanaz idegállapotban, és hát az biztos, hogy a meggyőződése az állandó, ez egy konstans dolog. Az csak akkor módosul, hogyha egy olyan befolyás következik be, amely bizonyítottan beigazolja az én elképzeléseim helytelenségét. És akkor befejezésül még szabadjon azt megkérdeznem, hogy mostanában Mécs Károly mire készül, mivel foglalkozik? A szőlőn kívül, mert ez örömömre kiderült, hogy megvan.
Nem, sajnos már nincs. Már nincs az a bizonyos Badacsony, mert egyik alkalommal éppen oda indultatok a Badacsony szőlőbe. Igen. Hát sajnos túl kellett adni rajta, mert Olla Jánossal együtt közösen volt ez a szőlő, azt hiszem ez a filmből ki is derül, és mind a ketten szenvedélyesen szerettük, és szenvedélyesen idegeskedtünk azért, hogy esik, nem esik, ki permetez, hol permetez, most kell metszeni, ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Aztán, amikor szüreteltünk, és akkor mindenki jött a borért, és mindenki boldog volt, akkor mi meg már hullafáradtak voltunk, de a borunk jó volt, nagyon jó volt. De hát az élet elmúlt, és a fizikai erő és az idő hányadosában sajnos ezt tovább csinálni nem lehetett. És művészi vonalon? Hát én a Nemzeti Színházban vagyok most két darabban. Most fejeztük be Almási Évával az Ők tudják mi a szerelem című hubai darabnak az előadásait Budaörsön. Van most egy új Nemzeti Színházi darab, amelyben esetleg szerepet vállalok, még ezt nem tudom, ez még a jövő zenéje. És hát azért tudomásul kell venni, hogy itt múlnak az évek, és az évek múlásával az emberi fizikum is horgad, ahogy a költő mondja. Úgyhogy nem kell forszírozni a dolgokat. Ha mégis valami olyasmi jönne, ami úgy még úgy megremegtetné a gyomromat, akkor talán még belevágnék, de nem biztos. De kisebb dolgokat nagyon szívesen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, akkor tessenek a színházi repertoárban keresni azokat a darabokat, amelyekben Mécs Károly szerepel. Íme egy akadémikus, ez kicsit talán komolyan hangzik, de komolyan kell venni a művészetet. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a beszélgetést.